A francia baloldal minden migránst feltétel nélkül beengedne az országba, legalábbis ilyen törvényjavaslatot szorgalmaz az ottani baloldal. Franciaországba egyre több migráns érkezik, viszont csak kevesen hagyják el az országot az állami támogatás ellenére is. Az érkezők jelentős része komoly biztonsági problémát jelent. A témát Boldizsár Kata folytatja. Köszönöm szépen, jó estét, és a nézőknek is jó estét. A vendégem pedig Tibor Zsibán, a Matthias Corvinus Kollégium vendégoktatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt kezdjük is azzal, ami elhangzott a felvezető első mondatában, hogy a francia baloldal ugye minden migránst, és akkor azt hiszem, hogy itt hangsúlyozhatjuk tényleg azt, hogy a szó azon van, hogy tehát minden migránst beengedne. Milyen és egyébként mekkora következményei lehetnek ennek? But this is an absolutely dramatic, ez teljesen drámai következményei lehetnek ezeknek, mert még most csak a kezdetek kezdetén vagyunk, vagy legalábbis nem vagyunk még a végén annak a demográfiai robbanásnak, ami Afrikát jellemzi. És ez különösen Afrika franciául beszélő részében, ami korábban a francia gyarmatok voltak. Tehát kinyitni ennek a migrációnak teljesen az ajtót, az egy öngyilkosság bizonyos értelemben. Hogyha összehasonlítjuk, hogy mi történt Franciaországgal 50 éven keresztül, ez egy jó bevezetés annak, ami majd jöhet. A kérdés az az, először is egy ideológiai problémával kell megküzdenünk, hiszen úgy gondoljuk, hogy minden egyes ember a Földön francia, csak nincs ehhez hivatalos dokumentuma. És hogyha elfogadjuk azt, hogy nincsen kulturális azonossága az embereknek, tehát hogyha tagadjuk ezt a diverzitást, akkor kinyitjuk a kaput egy folyamatos és óriási mértékű migráció előtt a szegény országokból a gazdagabbak felé. Mindjárt rátérünk arra is, hogy ennek még milyen más következményei is lehetnek, de még egy picit ezt a témát boncolgassuk, hogy ugye a francia baloldal, tehát egyfolytában azon munkálkodik, hogy minél jobban megkönnyítse a migránsok számára az országba történő szabad bejutást. Mi ez a törvényjavaslat, amit egyébként szorgalmaznak, hogy épül ez fel? A törvényjavaslat arról szól, hogy kiterjesszük azokat az okokat, amelyek alapján valaki bevándorolhat az országba, és itt a politikai korrektséget veszi alapul, tehát például az éghajlatváltozás, ami egyébként egy ökológiai kérdés, nyilván ez egy meghatározó kérdés, de hogy ez is oka lehetne a bevándorlásnak. És ez igazolhatná azt, hogy megnyissuk a kaput az ilyen éghajlat menekültek előtt. Aztán ott van a gender ideológia. Tehát bárki Afrikában, aki azt mondja, hogy azért üldözik, amilyen a szexuális orientációja, őt is be kéne fogadnunk az országba. És itt azt láthatjuk, hogy itt egyfajta kiegészítő jelleg alakul ki a bal oldali felfogása humanizmusnak, illetve azon érdek között, amely a felső osztályok érdeke, azaz a francia burzsoázia érdeke, akik több bevándorlás szeretnének, hiszen ez a fogyasztás segíti, és ez nyilvánvalóan a nemzeti gazdaság növekedését elősegíti, valamint olcsó munkaerő jön az országba. Mikorra tehető ez, hogy egyáltalán mondjuk elfogadásra kerülhet ez? Tehát mi ennek a menete? Ennek a menete egyelőre nem volt sikeres, ez a folyamat nem volt sikeres, hiszen ez a baloldali pártoktól jön, a parlamentben ülő baloldali pártoktól, és a legnagyobb erő a parlamentben pedig a bal közép, a Macron pártja, majd pedig Marine Le Pen, a jobboldali pártja a harmadik, és csak a harmadik, bocsánat, a második, és csak a harmadik helyen vannak ezek a baloldali pártok, amelyek ezt szorgalmazzák. Ez inkább egyfajta lobby, és nem pedig egy valódi törvényjavaslat. Tehát ezek az ideológiai érvek befolyásolni fogják majd a törvényhozási folyamatot Franciaországban, és elképzelhető, hogy Európában máshol is, annak érdekében, hogy növeljék a migráció jelenségét. Igen, lehet ezt úgy mondani, hogy ez valamiféle, akár nevezhetjük ezt ilyen nyomásgyakorlásnak is. Ugye a francia állam támogatást is
is ad, ez mondjuk akár elérheti az 1850 eurót is, és ennek ellenére, hogy ezt a támogatást megkapják, ennek ellenére sem hagyják el az országot, tehát ez azt jelenti, hogy nem csökken, hanem inkább emelkedik az országban tartózkodó illegális bevándorlók száma. Hogyha megnézzük az elmúlt éveket, és összevetjük az elmúlt évek számait a mostani adatokkal, akkor mit lehet mondani, mekkora az emelkedés? Az emelkedés nagyon jelentős. Hogyha az 5. köztársaság összes francia elnökének terminusát figyelembe veszük, akkor azt láthatjuk, hogy minden egyes elnök alatt növekedett ez a szám. Hogyha megnézzük a szocialistákat, azaz François Hollande elnököt, ott kevesebb volt a bevándorlás, mint Emmanuel Macron idejében, azaz 2017-től 2022-ig. Ezen kívül egyre nő a tartózkodási engedélyek, a kiadott tartózkodási engedélyek száma is, ezen kívül megnövekedett azon diákok adott engedélyek száma, akik az országban tanulnak. Amikor lejárnak ezek a tartózkodási, illetve tanulási engedélyek, ezek az emberek nem mennek vissza haza, hanem itt maradnak Franciaországban. És itt muszáj beszélni arról, hogy mi annak a kötelezettsége, hogy valaki elhagyja Franciaország területét. Ez egy formális kötelezettség, hogy a lejárat után elhagyják az országot, viszont 93%-a ezen kötelezettségvállalásoknak nem teljesül. Tehát ha mindössze 7%-a hagyja el az országot azoknak, akiknek kötelező lenne elhagyni, ez azt jelenti, hogy a törvénynek nincsen ereje. És ez azt is jelenti, hogy óriási nagy problémát jelent a jogállam is a migrációs politika tekintetében. Akkor ez az oka lehet az is, hogy az utóbbi években Franciaországban ugye számtalan gyilkosságot és súlyos bűncselekményeket követtek el olyanok, akiket már kiutasítottak az országból. Tehát tulajdonképpen ez lehet annak is az oka, hogy egy olyan kiutasított, akit már 12 évvel ezelőtt kiutasítottak, a mai napig még az országban van, Franciaországban? Ez hogy lehet? Pontosan. Én csak számok alapján beszélek. Itt három példát mondhatunk. Nem akarok emocionális lenni, nem szeretnék érzelmeket korbácsolni, de ezek tények, amiket elmondok. Volt egy 12 éves lány, akit Franciaországban megöltek múlt év októberében. Lola Daviernek hívták ezt a kislányt, ezt a hölgyet, akit egy illegális bevándorló ölt meg, algériai nemzetiségi volt, aki megérkezett Algériába, és tartózkodási engedélyt kért, tanulási célú tanulási engedélyt. Amikor vissza kellett volna mennie ennek az embernek, akkor ott maradt, nem ment el. A hatóságok észrevették ezt, és kötelezővé tették, hogy hagyja el Franciaország területét. Nem ment el, még 2019-ben sem. És ez a gyilkosság, ez múlt év októberében történt. Ez egy borzalmas gyilkosság volt. A fiatal lányt megerőszakolták, megkínozták, és a feltételezett elkövető fekete mágiával gyanúsítják, hiszen Észak-Afrikából, és egyébként a vérét is megitta az áldozatnak. A kislány testét egy bőrönben találták meg néhány órával az eltűnés után. És ez a személy illegálisan tartózkodott Franciaországban már 3 éve, amikor ezt elkövette. Ez a valóság. Ez az a valóság, amikor nem alkalmazzák a törvényt megfelelően. Akkor nyilvánvalóan, hogy ez is az oka annak, hogy a belügyminiszter jelezte azt, hogy a jövő tavaszig sokkal szigorúbb bevándorlási törvényre van szükség. Tibor Zsibalom, köszönöm szépen a beszélgetést.